Sziasztok! Jött egy ilyen rövid gondolat, azt megosztom veletek, aztán hát, ha a lélek ti bennetek is jobban kibontja. Megint ugye feljön az első hazugság. A ma ősi kígyó, aki a jelenések könyvére már repülő sárkány lett. És figyeljétek meg, hogy egy újabb képet kaptam ezzel kapcsolatosan. Az első hazugságnak a gyümölcse mi lett? Az, hogy a kígyó is többek között, mint minden állat, vadállat lett, mérgező lett. És ugye a kígyó hogy működik? Úgy, hogy a fogát belenyomja az embernek a testébe, a vérkeringésébe, és belefecskendezi a mérget. És a fenevet korszakában, a jelenések könyvében, a jelen helyzetben, ez meg mi az? Hát maga az injekciós tű. Ennyire kifejlődött, és ráadásul úgy adják elé, mint maga orvosság, mint maga az orvosság. Tehát teljesen, ahogy leírta Ézsaiás talán, hogy jaj azoknak, akik az igazságot hazugsággá, a sötétséget világossággá, a keserűt édessé változtatják. Teljesen fejtetejére állt a világ. Tehát Levike, a hazugság sárkánnyá lett olyan nagy, ugye, és a fejlődésen keresztül már tüvelődják be ugyanazt a mérget, ami halált okoz. Valahogy így jön nekem. Ez kemény, hát ezt csinálják. Most mérgezik meg az emberiséget szószoros értelemben. Önként belemennek, azért csinálják a balhékat is, hogy ez van a vírusban, az van, vagy az van az oltásban, hogy ne tud már eldönteni, hogy mi van, de közben téjél is a hazugság miatt. Nagyon nagy jelenések könyve, gyerekek, megmondom én nektek őszintén, hogy egyik gyermeki lelkülettel és lélek által, ha megérti az ember, óriási nagy szembesítések, tükrök vannak benne, ami erőteljes ébresztő is lehet, és menekülés az ember számára, mai kor emberének, komolyan. Igen, Tibor, most tűvel adják be, de kezdetben az emberek tudták, hogy a kígyó miért lett olyan, amilyen, miért viselkedett úgy, ahogy, miért lett mérge. Miért harapta meg az embert? Hát az én hazugságom miatt, az én hárításom miatt. De mára már oda kerültünk, hogy az, amit akkor tudtunk, most így repülök így az időben, hogy most megint ott vagyok Éváiknál, akkor tudtam, hogy miért lett mérges a kígyó, miért lett olyan, amilyen, miért lett méreg az ő szervezetében. Úristen, miért lett méreg a kígyónak a szervezetében? Hát azért az én hazugságom miatt lett teljesen méreg az ő szervezetében. Azért lett ilyen a kígyó. De hogy mára már orvosságként kínálják és hitetik el az emberekkel, és a szó szerint a halált fecskendezik magukba, mint orvosság, mint gyógyír. Tehát teljesen fejteteire állt a világ. Nem tudom, így tudom csak elmondani. Levike, nem, hogy miért lett méreg a testében a kígyónak, hanem már megvolt a méreg a testében a kígyónak. Én úgy jön nekem most, így ahogy mondod. És az azért lett veszélyes az emberben, mert az ember a teremtés koronájából, tehát ő a teremtés koronája, az Isten jelenlétéből, a krisztusi lelkületből, jellemből kilépett, megtagadta azt, és a hazugsága miatt az a méreg hatott rá. Érted már? Azt mondja Jézus, hogy nem fog hatni rátok a méreg, hogyha ugye megismerjük őt. Hát nem lehetett meg a méreg, mert minden tökéletes volt. Akkor lett méreg benne, akkor formálódott át, alakult át. Miután az ember az ő eltávolodását az Istentől, a kígyóra kente,
És akkor mondta Isten, hogy akkor legyen a hitetek szerint, így jön le nekem. Tehát akkor lett a kígyó, a szelit kígyó vad, mérgező, pont úgy, mint a többi más állat is. Na de igazából csak azt akartam elmondani, hogy talán visszaérkeztünk a kiinduló pont elejére, hogyha egy kört rajzolnánk, akkor visszaérkeztünk a kiinduló pont elejére, hogy az első hárítás a kígyóra volt hárítva. És a kígyó emiatt olyan lett, amilyen, hogy méreg lett az ő testében, és a fogain keresztül, mint egy injekciós tű, adagolja be az áldozatának a mérget, és ennek a végkifejletje ugye ez az injekciós tű, a védőoltás. És a mérget azt már mi állítottuk elé a hatalmas tudásunkkal. És ezt mind beállítottuk úgy, hogy ez az orvosság. Ezt akartam röviden elmondani. És akkor így folytatva a te gondolatmenetedet, Levi. Jó, így is, de nekem elfogadható, amit mondasz a kígyóval kapcsolatosan. Én ugyanazt mondom, csak másik irányba közelítettem meg, tehát én azt mondtam, hogy a kígyó az mindig ilyen volt, amilyen most, csak mivel az ember akkor még a helyén volt, a kígyó mondjuk hiába harapta meg, mert nem történt semmi, de nem harapta meg, mert az ember volt a fölötte, tehát az ember rendezte a tökéletes kertet, de hát ő olyan volt szerintem, hogy egy medve beszorult valahol oda, ment, kiszabadította, érted, és megsimogatta, és a medve ment tovább, érted? Tehát valahogy így képzelem el, tehát a kígyó is valahogy így lehetett, hogy attól lehetett méreg zacskója, de így, ahogy mondom, azt mondom, hogy igazad van, mert akkor nem bántották egymást az állatok. Tehát neked, igen, így van. Na, mindegy, tehát ez már akkor most letisztázódott. A kör az tényleg így van, körbe mentünk, és az Isten most nem fogja megengedni, hogy még egyszer az ember ugyanazt erőteljesen belemenjen a teljes pusztulásába, hanem kezébe fogja venni az irányítást egyszer és mindenkorra is. Az övéit jobbra állítsa, s a másokat balra. Tényleg, ez Krisztus fogja megcsinálni, ez ő általa történik minden. De ez csodálatos amúgy.